Sziasztok, én Huberixök, és elérkeztünk a következő videómba, ahol az OpenChain-on fogunk ládákat nyitni 300 dollár értékbe. Elsőként meg szeretném nektek említeni, hogyha feljöttök ezen a linken, akkor kaptok egy kis kezdő zsetont, és ebből tudtok ládákat nyitni. Ez a link lent lesz a leírásban, és ezen ha feljöttök, akkor tudtok ti is nyitni ládákat. Na akkor szerintem vágjunk is bele, és nyissuk ki a ládákat. Hát nem tudom, hogy melyik ládával nyissunk, végül is rengeteg szuper láda található itt. Szerintem először kezdjük egy covert ládával, ebből lehet nyitni akár Dragonlord vagy Medúzát is, hát meg ilyen jó kis skineket. Egy Asimov nagyon jól jönne, próbáljuk ki, 6 eurós a láda, és akkor valami jót adjál be, valami jót, ez jó. 28 euró, oh my god, ez nagyon jó, skacok, ez 28 euró, tehát azért ez meg négyszereztük körülbelül a pénzünket, sőt, tehát ugye ez a láda, mennyi volt? 6 euró, 28 eurósat nyitottunk, tehát picit négyszereztük, sőt még annál is többet ér, jó, eddig jó, eddig jó. Nézzünk tovább, azt mondja ultraviolet, ez nem rossz, majd szintén fogunk nyitni egy késes ládát. Na mik vannak még? Mirzvet, Fade, AK. Na AK-ból lehet jókat is nyitni, meg lehet rosszakat is. Add be, 4 euró, megnézzük visszajönne az ára. Én nagyon remélem, hogy sikerülni fog valami jót nyitni. 4 euró volt, ez pedig 1,68, hát akkor ezt inkább eladom, és megpróbáljuk újra nekiállok ennek a nyitásnak, és adjál be valami nagyot. AK Safari Mesh 0,21. Jó, menjünk egy másik ládára. Mik vannak még itt? AVP 4 euró. Hú, adva nagyot. Egy Asimov nagyon jó lenne, hogyha sikerülne esetleg. Egyébként, skacok, ha szeretnétek, hogy legyenek vlog videók, akkor azt nyugodtan írjátok le, és akkor még lehetnek akár olyanok is, például a szabadban, stb. Stb. Ezt írjátok le nyugodtan kommentbe. Na, Snake Camo, ez 6,77. Nem olyan rossz. Még megtartom, majd megnézem a végén, hogy minthogy. Zeus Molotov, ezt én meglesem. Lehet kesztyűt is nyitni belőle, meg ilyen UMP-t is, hát nagyon jó lenne valami profitáló. Ha beadnál kesztyűt, én esküszöm fennállok. Oh my god, Orange Peel 5-7, 4 cent, jó. Még egyet ebből megpróbálok, én azt mondom. Még megpróbálok egyet, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Na nézzük, Blue Tiger, ó, elhittem, hogy a kesztyű lesz. Jó, akkor nyissunk violetteket. Ez az ultraviolet, ez nagyon jó láda. Nézzétek meg, Karambit ultraviolet, Bayonet ultraviolet, Flipknife ultraviolet, 5-7 violet, Daimyo és SG 553 ultraviolet. Adva kés, adva kés. Nem tudom mennyi esély van rá, de nagyon jó lenne first nyitás vagy kés. Azt hittem. Daimyo 1,31. Nem is ér olyan keveset, nem rossz. Nem rossz. Na nézzük. Ezt addig nyitom, amíg be nem adja a kés szerintem. Nagyon jó lenne egy kés. Hú, elhittem, hogy beadja. Na még egy. Vagy még kettő, nem tudom. Ezt a ládát én nagyon akarom. Állj meg! Nem álltál meg. Na majd most. No. Add be valami jót. Állj meg! Ez az! Oh my god! Bayonet ultraviolet. Oh my god! Mi a szar? Bayonet ultraviolet. 82 euró, te jesszus úristen! Basszus, ez óriási! Hallod, ez a láda, ezt éri megnyitni a legjobban.
ez olyan profitáló, 2 euró, és érted, nem semmi, tehát 2 euró, és körülbelül 10 nyitásból biztos, hogy lesz egy kés. Tehát valószínű, hogy lesz egy kés 10 nyitásból, és akkor olyan profitba vagy, nézd. Nézd meg, még ő is örül, ő is. Hogy lehet ilyet? Körülbelül 15 nyitásból 2 bajonett ultraviolet. Oh my god. 2 kés. 2 bajonettet nyitottunk eddig. De jó ég ez a láda. Mi? Ezt én nem hiszem el. 3 darab bajonett ultraviolet. 3 darab. 3. És majdnem most is beadta. Mi ez a láda? Ezt a ládát mindenki nyissa ki. Mindenki. Ez egy olyan jó láda, most meg azt hittem megáll a karambiton. Hát itt kaptam volna szívinfarktus, hogyha egy karambiton megáll. Hát te jó ég. Ez nagyon durva láda. Majd mindjárt nyitunk egy másikat is, de ez a láda, ez eszméletlen. Eddig 3 kés nyitottam belőle, és mindegyik ilyen 80 eurós volt. 80 eurós kések, és bajonet. Oh my god. Azt hittem átmegy. De jesszus úristen. Mondom, beszarnék, hogy átment volna. Egy negyedik kés, adjál be egy negyediket. Jó, még egy negyediket megpróbálok. Egy negyedik kés kinyitni. Negyedik kés. Okés. Menjünk más nyitni, oh my god. It's pretty nice opening, guys. Ultraviolet volt. AVP. AVP után egy Zeus Molotovot megnézünk. Egy jó AVP-t. Egy Dragon Lord. Dragon Lord, my friend. Safari Mesh, no. Dragon Lord. Oh my god, azt hittem megáll. Oh. Covert, ez nagyon adta. Ez meg négyszerezte a pénzünket még a videó elején. Úristen. Oh, Chameleon, what the fuck? Na, igen. Let's go. Something good. Victoria. Not bad. Na, valamit. Add be a nagyot, add be. Give me Dragon Lore. Bullet Train. Nice, 7,13. Jó, megtartom, nyitok egy megint újat. Húha. Még 231 eurónk van. Victoria. Oh my god. 9,23. Hallod, ezek hozzák a pénzt, öcsém. Ezek a ládák, öcsém, összeszarod magad, hogy milyen profitálóak. Legyél sok. 3,15. Jó, eladjuk, nem rossz. Na, huhu. Ez a láda, ez nagyon jó. 222 euró, nem rossz. Bullet Train visszahozta. Így van, erről van szó. Húha. Eddig nagyon jó. Nagyon jó. Ó, add be. M4 Asimov, oh no. Jó, mik vannak még? Elit 30 euró, haha, mik vannak itt? Vannak azért Dragon Lore meg ilyenek. Adj be valami 30 eurónál nagyobbat. Adj be valami jót. Give me something good, my friend. Ez mennyi? 12,23. Try again. Huhú. Na nézzük. Nézzük, ebbe adj be valami nagyon jót. Ez jó. 14, hát a felét visszahozta. Jó, eladjuk. És belenézünk a cheat case-be. Ebben mik vannak? Hát lehet rajta bukni, de lehet rajta nyerni is. Hogy ilyen karambit lort megkapnánk, még az is, öcsém, úgy visszahozná.
Nézzük az inventory-nkat is meg. Tehát akkor van egy Hyper bestiánk, egy Bullet Train-ünk, tehát kettő Bullet Train, egy Victoria, egy Violent Daimyo, ezt eladom, ezt a Victoriát is. Van 1-2-3 bajonetünk, ami 240 euró. És akkor úristen, úristen, ez mekkora profit. Eladtam az egyik Bullet Train-t, 190 euró. Ó, nyissunk egy kést, nyissunk egy kést. Hardened. Nyitok még két harden, egy féd. Add be valami nagyot. 10 eurónál, ha többet adna be, az nagyon nagy haszon lenne. 10 eurónál többet, 10 euró nem. Nem, 1,37. Nop, nop, nop. Elit, elit, 30 euró. Optimus. April. Fool's Day. Április bolondja. 3 euró. 3 euró. Adj be valami nagyon jót. 3 euró. 3 euró a láda. Beadhat valami nagyon jót. Ez mennyi? 14 euró. 14. Eszméletlen. 14 euró. Ebből is hasznot húztunk. Jó. Nyitunk covert. Utána nyitunk egy kés szerintem. Adjál egy Asimovot, vagy valami Dragon Lore féleséget. Desert Strike, ez 2,69. Újra próbálunk. Medúza. A Medúza nagyon sokat segítene. Royal Paladin, 6,98. Ha visszahozott egy kicsit belőle. Nézzük egy Knife-ot, 80 euró. Adj be valami nagyon jót, kérlek. Give me something good. Oh my god! 47 euró Shadow of Dangers. Hát... végül is... majdnem a legrosszabb. Nem baj. Nézzünk még... ládákat. Ultraviolet. Nyissunk belőle? Nyissunk még belőle. Hát, ha megint bead valami nagyon... menőt. Adj be valami... Oh my... Oh my... Oh my god. Oh my god. Hú. Skacok. Közel az első nyitásról megint egy kés. Eddig négy kés. Négy kés, ja. Négy kés nyitottunk eddig. Nem. Öt kés. Öt. Oh my god. Oh. Oh my god. Hat kés. Hat kés, hat kés, hat kés, add be a hatodik kés, add be! Imádlak, imádlak! Ez az, I love you, I love you! Hat kés. Six knife, guys! Ha. Hate knife, hate knife, hate knife, hate knife, hate knife, hate knife, hate knife! Oh my god! Oh my god! Oh my god, I love you, Bear. Elhittem. Try again. Oh my god. No, give me something good. Oh, not bad. Oh my god. No. Try again. Give me something good. Oh my. Elhittem. Oh. Kérlek. Adj valami, megint egy kést. Megint egy kést. No. Try again. Add be a kést. Adj be kést. Oké, és self-or? Igen. Hú, ez nagyon izgi. Ez nagyon durva, skacok. Oké, és eladás rá, igen. Ó, adj be valami nagyon jót. Valami nagyon epikálisat. Oh my god. Nem rossz.
Srácok, és akkor ha tényleg szeretnétek vlogokat, én nagyon szívesen készítek nektek. Még a videóra! Várj még egy picit! Rájöjjön! Remélem bead valami nagyon haszántos kis kést ismét. Ez a majom, ez mindent bead. Ez már igen csak a 8. késünk. És a késes ládából is nyitottunk, azon lehet 9. Mindegy, maradjunk a 8-nál. Azt hittem megáll a karambiton, meg is állt volna az ész. 54 euró, nem rossz. Még kinyitom ezt a ládát egyszer, hát ha bead valami jó. Már eddig körülbelül 8 kés kinyitottam belőle. És azt hittem megint beadja, már csodálkoztam volna. Nem tudom. És... oké, és ezt eladjuk, és még nyitok egy nagyobb ládát szerintem. 30 euró. 30 euró! Add be! Valami jót. Hát, ha beadja valamilyen 30 euró felettit. Most lefagyott a gépem üveg. 36 euró! Ez gyönyörű. Ez nagyon jó láda. Nem rossz, nem rossz. Nézzünk még, mik vannak itt. Még van itt AVP láda. Meg ultraviolet, és akkor ha kinyitok még egy kés, akkor az a videó lehet cím, hogy 10 kés nyitottam. De az már nem semmi lenne. 10 kés, öcsém, az... az azért nem rossz. Még van 18 euró. A Blizzbe ki lehet nyitni még egy kés. Meg kell próbálni. Majdnem megállt. Titok. Bajonett. Karambit. Nem jó. Nem jó. Most érzem. Ez az energiát. A majom meghozza a szerencsét, mint mindig. Majmi. Nem ezt ígérted. 15 euró. Na még egy kicsit. Menj még kicsit. Oké, és akkor még kinyitunk 2 kóvertet 6 euróból. Be lehet, hogy több is sikerülni fog, hogyha bead valami jót. Kameleon. Ez not good. Még kell valami. Dragon Lord például. Hiperbestia. Na, ez megduplázta. Gyors, belemegyek még a inventory-ba. Ami nem olyan fontos, azt eladom. 5-7 például. Hát ezt eladom, mert ez Battle Scarred. Meg ezeket. Bullet Rain az nem kell. Hipervestia sem most. Az én kisebb skineket eladom. 67 euró, és akkor hány kés? Mindjárt számolunk. Azt mondja 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 darab kés. Még egyet ki kell nyitni. Még egyet kinyitok, és akkor 10 kés nyitottam, guys. 80 euróért van egy késnyitós cuccos. Bár egy ultraviolettet még megpróbálok. Hát, ha beadja, reméljük. Ez amúgy nagyon gyakran beadja a kést. Majdnem mindig beadja, tehát megéri ilyeneket nyitni. És egy így is profitban vagyunk, mert az a 9 kés átlagban 70 euró, és 9x7 az 630 euró. De jó ég. De az nem semmi. Meg háromszorozzuk a pénzünket úgy körülbelül. És ha még ezt sikerülne, akkor az lenne még csak az igazi. Add be, add be, add be. Ó, majdnem megálltál. Egy eurós kis SG. Na, menj tovább. Nem álltál meg karambiton. Újra próbáljuk. Most beadja, most érzem. Bért Luca a szobába, ezért beadja. Nem, Luca, szerencsétlenséget hoztál. Nem baj, majd most. Olyan menő kis kés fogunk nyitni, majdnem. Két kés között megállt. Na nézzük.
Rendben. Azt mondja ultraviolet. Meg lesz. Lucza, miért öltözködöl ennyit? Majdnem megállt, és most meg is fog állni a bajonetlen. Lucza, csuk be, please, egy kicsit. Tudom, anya. Nem adta be, akkor még egy ilyen belefér. Így be. És akkor tizedik kés. Jó lenne egy tizedik kés, amúgy nagyon. Én ezt a ládát érzem a legjobban ahhoz, hogy be fogja adni a kés. Én hiszek benne. Késnyitók istenébe. Violendaim jó? Igen, amúgy ennek van olyan korszaka. Hogyha egyszer nyitol kés, utána nyitol vagy ötöt, utána pedig folyamatosan jönnek ezek a menő kis skinek. Bár az első nyitásban a bajonet az jó volt. Jó, akkor nyitok egy elitet most már, mert abban is vannak azért jó skinek. Jó, akkor... Open Chego. Mond. Nem tudom, csak így ilyen a hangom. Open case, 30 euró. Howl, az kell nekünk. Egy menő kis howl skin. Vagy valami más, ami drága. Ez mennyi? Ez 14 euró. Hát, az sem rossz. De még maradt 2,61 eurónk. Ha ebből nem nyitunk valami nagyon nagy megváltót. De nyitunk belőle. Vagyis, nem rosszat. Jó, még két cover szerintem belefér. És akkor szevasztok. Dragon Lord bejönne, istenem. De örülnék. Nem is rossz ez a lefűrészer sövű sörétes. Nagyon bírnám. Kíváncsi vagyok most mit ad be. Desert Strike, ami 3,55. Jó, még egy 9 eurós. Vagy egy AVP. AVP. 4 euró. 4 eurós AVP. És akkor már közel 20 perces lesz az a videó. Safari mes, ez az. Fél euró. Na nézzük. Most érzem, beadja az Ashimovot. Az még van esély, hogy beadja. Pit Viper, ez mennyi? 1 euró, és akkor van 2,94. Jó, és akkor utolsó láda. Beadja a kés, vagy nem. 9 vagy 10 kés. Mindjárt meglátjuk. Majd meghozza a szerencsét. Érzem. Érzem, és majdnem meghozta. Oké, és tehát akkor az inventory-ink körülbelül úgy áll, hogy van benne 9 kés, ugye itt egy flip knife, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, van egy ilyen snake camo 6,77 euróért, egy ilyen wasteland rebel 28,97 euróért, és ha jobban megnézzük, akkor itt még van egy ilyen aquanal 4 revenge, és ha megnézzük, 9x70 az 630. 630. Meg még itt vannak azért szerintem. Körülbelül 700 eurót is ér. Igen, 721 eurót ér a raktárunk. Tehát 300-val csináltunk 721-et. És ez nem rossz, nem rossz, nem rossz. Ha tetszett a videó, kérlek osszátok meg, és lájkoljátok, és akkor még jövök nektek ilyen videókkal. Én Huberix voltam, köszönöm a figyelmet, sziasztok!